szeretettel köszöntök mindenkit, Berlinben vagyunk, az Alexander Plasztól nem messze. És hát ugye volt itt egy sajtórendezvény, ez most lényegtelen, ami számunkra fontos, hogy itt lehet kipróbálni azt az elektromos robogó megosztási szolgáltatást, amit egyébként a Dr. Kind és csapata, a Makery csinált legalábbis Android alkalmazás szempontjából, és hát ez az alkalmazás itt van a telefonon, és elvileg mutatja, hogy hol vannak olyan robogók, amiket most meg tudunk nézni. És nagyon közel van egy csomó, ami azért érdekes, mert igazából egy darabot nem látok, de lehet, hogy ez csak időkérdés, és fel fog azért az bukkanni. Elvileg itt a robogó. Mutatja a nyíl, hogy tudjuk, mit mutat. Nézzük a rendszám stimmele. 899, ere! Stimmel a rendszám, akkor azt mondja az alkalmazás, hogy kapcsoljon be a Bluetooth-t. Ez megtörtént. És most csatlakozunk a scooterhez. Ó, hát nem az igazi. Állok. És kész! El is indult a cucc. Annyi a teendőnk, hogy itt van egy gomb, ezt meg kell nyomni. És akkor kinyílik ez. Itt van benne a bukósisakom. Visszacsukjuk. És innentől, hogyha felvettem a bukósisakot, mutatja, hogy be kell hajtani az támaszt, és meg kell húzni a féket, és a go gombot meg kell nyomni. Telefont el is tehetem. Elvileg készen állunk az utazásra. Jó. Na, hölgyek, urak. Megvan a bukósisak, mindjárt megfulladok. Úgyhogy kilazítjuk. És akkor az a dolgom, hogy meghúzom a... illetve hát ugye... ezt felrúgom. Felülök. És a fékkart meghúzom, és megnyomom egy go. És már működünk is. Megkeresem az indexes kollégát, de elvileg már semmi egyéb dolgom nincs, mint haladni. Szevaszter! Egészen remek dolog, mert gyorsul, nincs hangja, és környezetbarát. Olyan vagyok, mint egy tévésopos reklámember, de tényleg nagyon élvezem. Úgyhogy király. Na itt van egy robogó, ez egy gogoró, ez egy tajvani gyártmány. Az az ember alapította, aki korábban a HTC-nél magas pozícióban volt, és aztán úgy döntött, hogy inkább robogókkal akar foglalkozni. Elektromos robogó, ami abból is látszik, hogyha kinyitom az ülést, akkor itt van benne az akkumulátor csomag, ami pont olyan, ami egy ilyen szolgáltatáshoz tök ideális, mert meg lehet emelni, ki lehet rántani, és be lehet tenni helyett egy másikat. Itt pedig a bukósisak szokott lenni alapesetben. Nagyon dinamikus, egyszerű vezetni, főleg, hogyha becsukódik rendesen ez az izé. Gyorsan lehet vele haladni a forgalomban, nem kell hozzá semmi különösebb tudás. Igazából tényleg nagyon kellemes, és meglepően jó érzés Berlinben ezzel haladgatni jobbra-balra. Úgyhogy örülök, hogy kipróbáltuk ezt a szolgáltatást, és hát minden tisztelet Dr. Kindé, aki alkalmazás fejlesztési oldalról részt vett ennek a kialakításában.